Sziasztok! Tavaly debütált először az azfishing.hu feeder kategóriában versenysorozattal. Az idén viszont folytatódik tovább. Hol kezdtétek az első részt? Itt Tadácson kezdtük, és ugye ez az első alkalom, hogy én is eljöttem erre a versenyre, abból az apropóból, ugye, hogy 27 horgász vett részt itt a feeder kategóriában, és szerettük volna megtölteni az egész versenypályát, és egy 2-3 napos szervezéssel 13 versenyhorgász úszós kategóriában is el tudott indulni. A feeder kategóriában ugye te is versenyeztél, nem csak ugye szervezed a versenyt. Mi volt a tapasztalatod, illetve mit hallottál a többiektől? Fú, nagyon sok halak mentek el mindenkinek. Pálya közepére nyerték, nem is értjük. Igazából a felső, sekélyebb részén volt a több hal. Ott ilyen 25-27-28 kilókkal végeztek az első három helyen. Az alszektor adta a legkevesebb halat, 27 kiló, 24 kiló, onnantól egy nagy szakadékkal, 16 kilókkal álltunk föl gyakorlatilag. Te se erre számítottál, hiszen a szélső helyen horgáztál. Hát nagyon nem. Bár tudtam, hogy az egyes hely az nem szokott ott jó lenni, ott a kanyar ívén, ott valamiért nem szeret a hal, vagy valami rabló, vagy valami ilyesmi bent áll, és voltak ilyen hullámaim, hogy eltűnt a hal. Három szektorban versenyeztek a horgászok. Talán a legszélső, a túloldal volt a legerősebb? Így van, a C-szektor volt a legerősebb. És hát természetesen az úszós sorozat is majd folytatódik, illetve kezdődik, mert ott még az első lesz majd. Igen, igazából ez most egy rendhagyó alkalom volt, hogy jöttünk. Amúgy is jöttünk volna veletek forgatni, és épp azt beszéltük, hogy ha már lejövünk, és itt vagyunk, akkor sokkal komplexebb képet kapunk abban az esetben, hogyha versenyszituációban használjuk ki a tó adta lehetőségeket, és egy kétnapos szervezéssel sikerült 13 versenyhorgászt elhívni, és velük egy nagyon jót horgáztunk, nagyon jó hangulatban telt az egész. Érdekes módon átlagsúlyban mi úszósok többet fogtunk, de ez nem feltétlenül a B-szektornak köszönhető, hanem inkább az A-szektornak, ahol 30 kiló fölött is horgáztak többen, és 28-29 kilós foglások is születtek. Nálunk a másik oldalt, mint hogy egy másik vízen ültünk volna konkrétan, azt lehet mondani, hogy megint érdekes arcát mutatta ebből a szempontból a tó, hogy hely és hely között akár ilyen 10-20-30 méteren belül is mekkora különbségek lehetnek. A zsilip az mindig is egy választóvonal itt Adácson, úgyhogy majd a mi versenyünkön is szeretnénk úgy kitűzni a pályát, hogy ezt figyelembe vesszük, hogy a zsiliptől hogy vannak a helyek. Nálunk igazából ezen az oldalt kétfajta taktika volt, valaki inkább a pontyot horgászta és azt erőltette, valaki pedig kimondottan a kárászra horgászott és be első pontyokra. Hálainak az én szomszédom a jobb oldalon, ő inkább, a Zsolti az inkább erőltette tovább a pontyozást, és ennek köszönhetően őt sikerült elvernem súlyban. Ahhoz képest viszont a frontos időnek köszönhetően nagyon rosszul levett a hal. Én a Szandival ellentétben az elején kupakoltam, én viszont utána a kettesével elkezdtem 3-5 percenként nagyon pici apró etetőanyag gombócokat dobni, és a kárász nagyon jól reagált a hangra, és ennek köszönhetően viszont nekem a fogásaimnak a 90%-a az 95%-a az kárászból állt, és pontyot én az elején fogtam egyet vagy kettőt, és a végén akasztottam kettőt, de azok lepattantak. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy igazából a taktika működött, valamiért eltűntek a kárászok verseny közben. Szandi, viszont te is horgáztál. Neked hogy alakult a napod?
Hát fárasztó. De igazából én végig azt hittem, hogy utolsó helyen állok, de végül sikerült egy szektor második helyet csinálnom. A szélső helyről vertek meg majdnem 3 kilóval. Mi volt a taktikád? 11 félben horgáztam. Próbáltam rövidebben is, de nem volt halam. Szerintem még, ez így még hideg van. És etetőanyagot folyamatosan toltam neki, mert hát dobni nem tudok. És csak tudsz horgászni. Horgászni azt tudok, de az etetéssel problémáim vannak. Mindig 3 csontit tettem föl, piros, fehér és sárga, mert ha ezeket tettem, akkor mindig fogtam halat. Gratulálok. Köszönöm akkor neked. Szépen. És kicsit térjünk vissza még a Fider horgászokhoz, hogy a többiektől mit hallottál? Volt, aki először volt itt a tavon, vagy volt olyan, aki már többször horgászott, te se először horgásztál ezen a tavon. Azt a halat adta a víz, amire számítottatok? Hát sok új bálozó volt. Sólyom Laci válogatott közeli horgászunk, akkor volt még egy pár, aki még most jött először adásra. Gyakorlatilag nagyon tetszett nekik a víz. A víz az azt adta, amire vártunk, minimális ponty, kárász javarészt gyakorlatilag nem volt. Nem volt meglepetés, nem akkor volt. Azt is mondhatjuk. Igen. Versenysorozatról beszélünk. A Fider kategóriában akkor az idén hány verseny lesz még? Még 4. A következő látóképen április 7-én, utána a következő Tiszakécske július 7-én, utána július 21-én Alcsisziget, és szeptember 23, azt hiszem, Török Bálint. Így van, és köztem majd még lesz egy hosszú előkés mazoista. Azt azért ne felejtsük el, ebben az évben elindítjuk a mazoista Féder kategóriát is a mazoista kupában, hogy a Török Bálinti tavat legalább az egyik oldalt végigüljük. Most már véget ért a verseny, súlyokról tudunk-e beszélni? Tudunk. Számszerűen nem tudom, mert nincs nálam a telefon. Én mondom, mert én fölkészültem ellentétben a Csabival. A mai napon 460 kiló halat fogtak a Fider horgászok 27 fővel, ez durván majdnem 17 kilós átlag. Gratulálok mindenkinek, aki ezen a szép versenyen részt vette, és úgy érzem, hogy megérdemlünk egy tapsot. Gratulálunk a szervezéshez és a versenyzőknek, a díjazottaknak is gratulálunk, és akkor találkozunk áprilisban. Sziasztok! Így van, áprilisban folytatjuk. Sziasztok! A horgászversenyeink fő támogatója a Hydra. További támogatóink az azfishing.hu, a Silvercold Job Solution, a Kevepapír, az FCMS, a Gunaras Resort Spa Hotel és az Ignesti. A horgászaink a Glossy környezettudatos, biológiailag lebombolt csomagolási termékeit használják a horgászversenyeinken. A horgásztavakhoz a versenyzőket az Emerizen buszai szállítja.